A 71 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztek kedden Pócs Petriben. 1948. júniusában Pócs Petri lakói az egyház tulajdonában álló iskola államosítása ellen léptek fel. A megmozduláson egy rendőr örvezető életét vesztette. A perben a falu plébánosát Asztalos János nevezték ki felbújtónak, és az aljegyzőt, Királyfalvi Miklóst pedig a gyilkosnak. Őt június 11-én kivégezték, a plébánost pedig életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A per bemutatta a koncepciós perek sajátosságát, legfelső vezetők irányították, komoly propaganda kísérte, a jogi következményekkel pedig nem törődtek. Ezután indult az a nagymértékű egyházüldözés, aminek következtében az egyházi iskolákat államosították, valamint a katolikus és keresztény egyházi, illetve civil szervezeteket is feloszlatták. A településen történt tragédia helyszíne Pócs Petri jelenlegi polgármesteri hivatala, a volt Irinyi Kúria hivatalosan is történelmi emlékhely lett 2018-ban, kedden pedig az ezt jelző emléktáblát is elhelyezték a községháza előtt. Most Pócs Petri népe igazságot kapott, amikor a magyar kormány történelmi emlékhelyé nyilvánította Pócs Petrit, és ezáltal a plébános emlékének, a jegyző emlékének is, annak a sok-sok Pócs Petrinek a szenvedését egyfajta igazságtétel követte, ami egyfajta köszönetnyilvánítás is az ő hősies helytállásukért. Pócs Petrit többek között ezért is jellemzi leginkább az áldozat és a hűség fogalma már 71 éve.